Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Ahogy alakul, amifelé halad? Az elmúlt 2,5 évben javult a helyzet az előzőhez képest, vagy romlott? Romlott? Igen. És mennyivel romlott? Kicsit? Nagyon? Aha. És ugye nem tudom, mennyire látjátok azt, hogy ebben a 2,5 évben, amióta ugye romlott a helyzet az előző időszakhoz képest. Voltak olyanok, hogy na most akkor ilyen javulások? Hát igazából nem, nem? Tehát, hát most lehet, hogy valaki azt tudná mondani, hogy most volt egy javulás itt a nyáron. Milyen javulás, mikor a pénzed értéke meg egy csomót romlott ez alatt az időszak alatt? Tehát ugye, van egy általános gazdasági válság, hatalmas pénzromlással, hatalmas inflációval. Mondhatni azt, hogy többszörös pénzromlással, többszörös inflációval, de inkább a inflációt mondanám, hogy többszörös inflációval, mint amit hivatalosan bevallanak. Ha most képzeld el, hogyha bevallanák a hivatalos inflációt, akkor a jegybanki alapkamatokat szerte a világban föl kellene emelni. Az azt jelenteni, hogy rögtön, ha fölemelik a jegybanki alapkamatot, akkor rögtön ugye minden banknak meg kell emelni a kamatot. Ha minden bank megemeli a kamatot, akkor a betett pénzre többet kell kifizetni. Ha többet fizetnek ki a betett pénzre, akkor az veszteség a bankoknak. Világos ez? Akkor nem csak ugye ez a kamatra vonatkozik, hanem a hitelkamatra is vonatkozik. Ha jegybanki alapkamatot megemelik, akkor a hitelkamatokat is meg kell emelni. Azt tudod, mit jelent? Az azt jelenti, hogyha megemelik a hitelkamatokat, hogy elkezdenek sokkal kevesebben hitelt fölvenni. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy az is rossz lenne a bankoknak, hogyha elkezdenek kevesebben fölvenni hitelt. Tehát gondold végig, van két rossz. Az egyik rossz az, hogy fölemelik a hitelkamatokat mondjuk, és ezáltal megemelkednek azok a kamatok, amit már az emberek fölvettek, tehát megemelkedne a bevétel, de az emberek tömegei nem vesznek föl akkor hitelt. Ráadásul ugye nem biztos, hogy olyan hiteleket kötöttek, amiben megemelhetik a hitelkamatokat, ugye 2008-as példák ugye alapján már a bankoknak is ugye szigorították ezeket a feltételeket, hogy hogyan, miként emelhetik föl a hitelkamatokat infláció függvényében. Tehát ezért ugye a bankoknak sokkal jobb, hogyha ugye alacsonyabb szinten van tartva a kamat, mert kevesebbet kell kifizetni, az emberek hitel igénybevételi kedve megmarad. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a bankoknak teljes egészében, és beleértve a jegybankokat is, teljes egészében érdekükben áll,
hogy a ténylegesnél egy jóval alacsonyabb infláció legyen kimutatva, azáltal, hogy így a kevesebb a jegybanki alapkamat is természetesen. Tehát mondhatnánk azt, hogy ez egy, hát ez egy átvágás. Oké? Egy átvágás. Csak az emberek ezt nem látják át. Na most akkor nézzük tovább. Ugye mindenki arra számított, hogy ez a háború, ez hamar megszűnik. Mit a szomszéd országban. Hát nem szűnt meg. Ki tudja, meddig tart. Most már senki nem látja azt, hogy ez a háború meddig fog tartani. Én addig azt mondom, hogy ez a háború addig fog tartani, ameddig tartania kell. Nem? Tehát én tudom, meddig fog tartani. Addig fog tartani, ameddig tartania kell. Érted? És pont akkor fog befejeződni, amikor már nem kell, hogy tartson annak az a háború. Érted? Szóval, lényeg az, hogy ugye mindenki láthatja szerte Európában, de szerintem Amerikában is, hogy az árak emelkednek. És lehet, hogy most nincsenek azok a problémák úgy dobra verve, mint annak idején egy-két évvel ezelőtt a Covid. Ugye nem sokkal ezelőtt, inkább úgy mondanánk, mert nem nagyon annak idején. Hát egy-két évvel ezelőtt ugye nagy dobra verték a Covid-dal kapcsolatos problémákat, és akkor lehetett mindenféle szankciót bevezetni. Na most, ugye szeretném mondani, hogy azokat azért kellett csinálniuk, hogy először is kipróbálják a lakosságot, hogy hogyan reagál különböző helyzetekben. Kettő, hogy leplezzék a gazdasági válságot. És rá lehessen fogni a gazdasági válságot a Covid-ra. Oké? De most már ugye a gazdasági válságot nem a Covid-ra fogják, hanem a háborúra fogják. Tehát magyarul az államférfiak azok makulátlanok. Azok folyamatosan harcolnak. Harcoltak eddig a Covid-dal, most harcolnak a gazdasági válsággal szemben. Tehát ők a lakosság szemében hősök, nem? Hősök. Ők nekik semmilyen közük nincs a gazdasági válsághoz. Hát ez semmi közük hozzá. Hiszen eddig a Covid okozta, most meg a háború okozza a gazdasági válságot. Igaz, hogy már beszéltem arról, hogy a gazdasági, illetve a háború az a nem résztvevő országoknak, mióta a világ hasznot hozott. Érted? Hasznot hozott. Miért? Mert lehet fegyvert eladni, lehet ezt eladni, azt eladni. Miért kell ezt eladni, azt eladni? Azért, mert a háború leállít termeléseket. Mind élelmiszer termeléseket leállít, mind műszaki termeléseket leállít, mert ugye behívják az embereket katonának, mert lebombázzák a gyárat, stb. Stb. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy annak az országnak, ahol háború van, ott lehet eladni dolgokat. Lehet, hogy eddig az az ország exportált, ha háborúba keveredik egy ország, onnantól kezdve importál. Világos ez? Tehát importra szorul. Ami azt jelenti, hogy ez jó azoknak az országoknak, amelyek onnantól kezdve, hogy háború van, oda exportálnak bármit. Nem is beszélve a fegyverekről. A fegyvergyártó országoknak a fegyvereladás az jó hasznot hoz. Oké? De ezt, mintha az
emberek nem így látnák, azért nem így látnák, mert a média nem ezt propagálja. Tehát ugye lehet azt mondani, hogy mit tudom én, ilyen gazdasági válság, meg olyan gazdasági válság, de úgy szeretném mondani, hogy ugye mit mondanak avval kapcsolatban, hogy gazdasági válság. Azt mondják, hogy alapanyag hiány. Az alapanyag hiány tudod, mit jelentene? Az azt jelentené, hogy nem tudod ezt megvenni, azt megvenni, meg amazt megvenni. Az nem azt jelenti, hogy ezáltal, mert nem tudod ezt meg azt megvenni, akkor drágábbnak kell lenni mindennek. Hát most gondold végig, mit tudom én, van egy ország, amelyik mondjuk rendelkezik mondjuk elég tehénnel, ezáltal van elég teje, és abból lehet létrehozni különböző tejtermékeket. És miért kell felemelni mondjuk akkor a tejtermék árát, hogyha gyakorlatilag ugyanúgy termelték előtte, meg utána. Érted? Miért? Tehát miért lesz drágább? Hát hiszen nem onnan hozták a tejtermék alapanyagot. Érted? Meg nem kell megvenni máshonnan drágábban a tejtermék alapanyagot. Érted? Hanem megtermeli. Vagy mondjuk egy példát, másik példát. Mit tudom én, van egy ország, amelyik ellátja a saját villanyáram szükségletét, mondjuk nagy részben vagy teljes egészében. De attól, hogy háború van, attól miért drágább a saját maga által előállított villanyáram? Miért drágább? Miért? Vagy egy ország részben vagy egészben kitermeli a saját gázát. Érted? Attól miért drágább a saját maga által kitermelt, előállított gáz? Érted? Miért drágább? Ja, mert van egy olyan baromság, hogy tőzsde. Érted? Mi köze a tőzsdének ahhoz, hogy egy országban mennyiért termelik ki a gázt? Érted? Vagy a kőolajat? Mi köze hozzá a tőzsdének? Mi köze a világpiaci árnak ahhoz, hogy egy ország mennyiért állítja elő a villanyáramot? Mi köze a világpiaci árnak? Mi köze? Ja, mert még nagyobb hasznot akarunk csinálni a lakosság terhére. Nem mi, hanem a kitermelők, érted? Meg a finomítók, meg stb. Vagy rosszul látom? Rosszul látom? Hát ez nem átverés, akkor mi a fészkes fene? Ugyanúgy, mint ahogy átverés volt a Covid, vannak már olyan országok, ahol azt mondták, hogy a Covid az az influenza egyik fajtája. Első pillanattól ezt mondtam. Mióta a Covid, mint hírt meghallottam. Első pillanattól mondtam, hogy az influenzának egy fajtája. Miről beszélünk? Átverték az embereket a Covid-dal, mint mit tudom én, gyógyíthatatlan, akármi halálos, akármi betegség? Hát, most átverik az energiaárakkal, meg a nyersanyagárakkal, meg minden. Most gondold végig, egy ország kitermel valami nyersanyagot. Attól, hogy háború van a szomszédban, miért termelne drágábban? Hát semmi köze a két dolognak egymáshoz. Hát semmi köze.
Attól miért kell fölemelni kétszeresére vagy háromszorosára a nyersanyag árát? Mert háború van a szomszédban. Mikor egy ország ugyanannyiért termel? Miért? Mert azt úgy hívják, hogy kész átverés só. Érted? Átverik globálisan az egész lakosságot. Érted? Átverik. És a lakosság meg, mint a cumit, szopja, tudod. Tehát lényeg, hogy nagyon érdekes világban vagyunk, és azt hiszed, hogy ezek, akik átverik a lakosságot lassan harmadik éve, átverik a lakosságot, addig is átverték, csak nem ennyire. Harmadik éve átverik a lakosságot. Ezek meg fognak javulni. Hát ha azt hiszed, hogy meg fognak javulni, akkor te nagyon optimista vagy. Érted? Akkor te nagyon optimista vagy. Szóval, hát ha egy kicsit körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy kell körülnézni itt a jelenlegi világunkban, és össze kell hasonlítani a múlttal, a történelemben lévő múlttal. Tudjátok, ez úgy van, erről a vezetőképzőn már beszéltem, amin éppen ugye részt vettünk itt az elmúlt pár napban. Tanítottam azt, hogy a múltban ez úgy működött, hogy elindult egy társadalom a lejtőn, és onnantól kezdve a lejtőn nincs megállás. Érted? Az azt jelenti, hogy nincs olyan, megnézed a történelemben, soha nem volt példa arra, hogyha egy társadalom elindult a lejtőn, akkor utána úgy visszafordult volna a lejtőn. Hát ilyen nem volt. Ilyen nem volt. Az azt jelenti, hogy utána társadalmi változás jött létre. Egy teljes társadalmi változás. Mit tudom én, mondok példát. Ott volt például a Római Birodalom. A Római Birodalom vége felé totál etikátlanságok, teljesen. Ezáltal ugye elindult a Római Birodalom a lejtől lefelé, majd jöttek a keleti népek, beleértve a hunokat is, azt egészet ugyanúgy volt, elsöpörték. Érted? Tokkal vonóval. És új társadalmi forma jött létre, a Római Birodalmi társadalmi forma helyett. Ennyi. Ami azt jelenti, hogy ha megnézzük a történelembe, egy társadalmi forma széthullását követően vagy rosszabb, vagy jobb társadalmi forma jött létre, de például a Római Birodalom után ahhoz képest, amikor a Római Birodalom jól működött, ahhoz képest rosszabb társadalmi formák jöttek létre. Rosszabbak. Egy sem volt jobb. Érted? Na most, mikor jöhet létre egy jobb társadalmi forma? Akkor, ha az emberek létrehoznak egy jobb társadalmi formát. Tehát, ha most megnézzük, hogy hova tart ugye a fejlett nyugati civilizáció társadalmai, hova mennek, hát gyakorlatilag hát a végeredmény az a káosz. Az a káosz. Teljes káosz. Ezt a káoszt úgy akarják elkerülni majd a jövőben, hogy mindenkinek még akár a gondolatát is kontrollálják. Érted?
Na most, mert ugye ők is tudják, akik hajtják lefele a dolgokat a lejtőn, hogy a lejtő végeredménye az mindig a káosz. De minden társadalomban ez volt, a káosz a végeredmény. Na most, soha a történelem során nem volt olyan, hogy emberek tömegei békésen, illetve volt egy, ez a Gandhi féle indiai, az az egy volt. De hát ott is ugye, hát annyira békés azért nem volt. Jó, és nem lett belőle olyan társadalmi forma, mint amit igazából szerettek volna. Tehát gondold végig, az ember milyen társadalmi formát szerethetne? Egy olyan társadalmi formát, ahol szeretetben, békében és boldogságban együtt működve éljenek. Gandhi Indiában, ő azt érte el, hogy megszűnjön az indiai gyarmat, tehát mint gyarmat. És az angolokat elérték, hogy távozzanak Indiából. De hogy érték el? Hivatalosan India még mindig az angol, hát még mindig angol gyarmat. Tehát ami azt jelenti, hogy az angol korona alá tartozik. Tehát akkor mit értek el? Ami azt jelenti, nem tudom, tudjátok-e, hogy egy ország az angol korona alá tartozik, ugye mondhatnánk, hogy brit korona alá tartozik, akkor az tejel Angliának. Fizet. Okay. Tehát a nemzeti jövedelem x százalékát az befizetik annak az államnak, ahova tartoznak. Tehát az angoloknak. Okay. Tehát megnézed mondjuk Gandhi működését. Ugye Gandhi előbb elérte, hogy az angolok kimenjenek Indiából, mint a második világháború volt. És mégis az angolok a második világháborúban indiai embereket használtak katonának. Érted? Tehát azért tudták megfordítani a háború menetét az angolok, mert a volt gyarmatokról emberek tömegeit tudták besorozni. Érted? Katonának. Tehát gyakorlatilag nem az angol sziget nyerte meg a második világháborút. Érted? Hanem az angol birodalom a volt gyarmatokkal. Akkor miről beszélünk? Miről beszélünk? Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy megnézzük, akkor igazából olyan fajta társadalmi átalakulás, amikor egy társadalom elindult a lejtőn, és az szeretetben és békében, boldogságban együttműködve élő embereket termelt volna ki, ilyen társadalmi forma nem volt a történelem során. De vajon miért nem volt ilyen társadalmi forma? Azért nem volt ilyen társadalmi forma, mert az emberek tudatlanok voltak. Gandhi annyit tudott rávenni az indiai népnél, hogy sztrájkoljanak. Érted? És fogták az indiai emberek, és leültek, és sztrájkoltak, ülősztrájkot, meg egyéb dolgot csináltak. Tehát magyarul azt tudta elérni, hogy ne fogadjanak szót az indiaiak az angoloknak. És ezáltal fogták azt az angolok, kimentek, de megállapodás fejében. Tehát
A gyarmattartók, csak hogy tudjátok, mindig úgy mentek ki önként egy országból, hogy titkos szerződéseket kötöttek, ami azóta már nem olyan titkos. Olyan szerződéseket kötöttek, hogy mennyit fog fizetni éves szinten az az ország a volt gyarmattartónak. Érted? Cserébe azért, hogy kimentek, kivonultak. Oké? De hát az lenne az igazi különvállás, hogyha kiléptek volna az angol korona alól. Világos ez? De nem léptek ki. Na most ezt miért mondom? Ezt azért mondom, hogy megértsétek, hogy semmilyen olyan társadalom nem tudott létrejönni, ahol egy sokkal jobb társadalmi forma jött volna létre a történelem során. Tehát amikor egy társadalom elindult a lejtőn, olyan nem volt, hogy egy sokkal jobb társadalmi forma jött volna létre. Nem volt ilyen a történelemben. Na most, de az emberek, én azt gondolom, hogy sőt, nagyon sok ember a bolygón jobban átlátja a helyzetet a médiának köszönhetően, mint valaha. De a médiának köszönhetően az emberek túlnyomó többsége teljes tév gondolkodással rendelkezik. Mert ugye nem mindegy, hogy a médiát mire használják az emberek? Arra, hogy őket manipulálják, vagy arra, hogy esetlegesen információkat szűrjenek ki belőle. Oké? Tehát csak információt, nem tudást, információt. Most az információ miatt, mert ugye a Földön mindenféle információ van a médiában, az információk miatt az ember nézhet ilyen vagy olyan információkat, és valamilyen képet kaphat avval kapcsolatban, hogy ha keresgél az információk között, hogy milyen alternatív információk vannak azzal szemben, mint amit a média nyom. Tehát ugye emberek tömegei azt a médiát hallgatják, nézik, stb., amit kinyomnak információt. És vannak egy kisebb rész a bolygón, de ez is jelentős, pedig nem azt nézi, amit nyomnak a médiában, hanem keresgél. És alternatív információkat keresgél. És természetesen talál is. És összehasonlítja esetlegesen a média által nyomott, kinyomott információkat, és az alternatív, inkább azt mondom, hogy kicsit mellőzött információkat, vagy nagyon mellőzött információkat, összehasonlítja. És elkezdi nézni ennek vagy annak a valóságtartalmát, ha egy kicsi gógyia van természetesen, és azt mondja, hogy hát ezt akárhogy nézem, nagyon úgy szagolom ki belőle, hogy ez jó nagy hazugság. Hát ezt meg akárhogy nézegetem, ennek van igazságtartalma. És akkor onnantól kezdve az ember különbséget tud tenni, érted? Csak ilyen egyszerűen különbséget tud tenni, hogy most akkor kinek higgyek. Tehát ugye egy olyan világba érkeztünk, ahol a társadalom csúszása, lecsúszása az nagyobb lejtőre került az elmúlt 3 évben. Tehát eddig is a 70-es évektől a társadalmi lecsúszás az elindult. De
Ugye 2000, mikor volt a torony ledőlés? 2001? 11? Jó, mindegy, már egy, sok egyesre összekeveredtem. Tehát 2011. szeptember. 2001. szeptember 11, akkor 2001-es timmelt. Tehát szeptember 11, onnantól lett egy nagyobb lecsúszás, nem tudom, észrevettétek-e. Tehát megdöntötték a siklópályát. Addig nem nagyon lehetett siklani, vagyis hát a társadalomnak siklott lefele, csak lassan. 2001 után fölgyorsították ezt, döntöttek azon a pályán, és most 2020 év elejétől még nagyobbat döntöttek a pályán. Oké? Okay? De a döntés 2020-tól az, tehát ez a, hogy még nagyobb döntés, tehát még gyorsabban csúszol lefelé a társadalom, az gyakorlatilag már előre programozható volt. Ugye azáltal volt programozható, hogy az államok és az emberek többet költenek, mint amennyi a bevételük. És bármilyen szinten, akár egy család, akár egy szervezet, egy cég, akár egy ország, ha többet költ, mint amennyi a bevétele, az hosszú távon nagy bajt okoz. Azt úgy hívják, hogy gazdasági problémát, gazdasági visszaesést okoz. Akár olyan szintűt, hogy a fizetésképtelenséget további hitellekkel, illetve az ország kiárusításával érik el. Érted? Mint jó példa erre Görögország, hogy ugye fizetésképtelen lett a múltban, jó pár évvel ezelőtt, és úgy oldották meg a fizetésképtelenségét, hogy további hitelt kapott, és ráadásul szigeteket kellett eladnia. Érted? De nem csak szigeteket kellett eladnia, hanem más egyéb olyan dolgot, amivel ugye valamilyen szinten az adósságot csökkenteni tudta, de azt is csinálták a görögöknél, hogy meg kellett emelniük az adókat és egyéb dolgokat az országban, tehát a megnövelték a lakosság terheit. Oké? Okay? De az nem azt jelenti, hogy a görögöknek most nincs adóssága. Oké? Okay? Nem ezt jelenti. Tehát lényegesen a görögöknek nem csökkent az adósságuk. Na mindegy, meg ez is részletkérdés. Tehát elindították ugye a gazdaság nagyobb lecsúszását, de ezt azért indították el, mert ha nem indították volna el, elindult volna magától. És hogy neve legyen a gyereknek, ezt ráfogták, ezt a gazdasági lecsúszást olyan dolgokra, amit nem lehet megtámadni. Ráfogták a Covid-ra, ráfogták a háborúra, érted? Hát ezt nem lehet megtámadni. Na most, miben hibásak gyakorlatilag az államférfiak? Abban hibásak, hogy támogatták azt a fajta banki és banki hátterű előretörést, hogy az embereket minél jobban eladósítsák. Ebbe hibásak. És hogy maga az ország minél jobban eladósodjon. Tehát, hogy egy állam többet költsön, mint amennyi bevételre tud szert tenni. Tehát az államférfiak gyakorlatilag szerte a világban ezt támogatják, hogy a lakosság adósodjon el, illetve az országnak, az ország adósodjon el azáltal, hogy mindig
a kiadása éves szinten egy országnak több legyen, mint a bevétele. Oké? Okay? Tehát ez azt jelenti, hogy gondold végig, ha nem foghatták volna rá a gazdasági válságra, ha nem foghat, vagy se a gazdasági válságot a Covid-ra, ha nem foghatták volna rá a gazdasági válságot a háborúra, akkor a lakosság az államférfiakra, az állami vezetőkre fogta volna rá a gazdasági válságot. Világos ez? Csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Tehát a gazdasági válság úgymond emiatt, hogy több a kiadás és kevesebb a bevétel, mind lakossági szinten, mind állami szinten, a gazdasági válság már 2007-ben ki kellett volna, hogy robbanjon, 2017-ben. Csak próbálták elodázni, nyomták bele a pénzt a gazdaságba, hogy elodázzák. Utána, amikor ezt az elodázást már nem lehetett megcsinálni, akkor először is csináltak egy járványt, utána megcsináltak egy háborút. Világos ez? Hogy rá lehessen fogni. Tehát Putyin háborúját nem Putyin hozta létre, hanem a nyugat. Oké? Okay? Azzal, hogy Ukrajnába oda tettek egy olyan elnököt, aki nem politikus, nem gazdasági szakember, egy színész. Érted? Oda tettek egy színészt. És utána, mivel az egészhez semmit nem ért, se a politikához, se a gazdasághoz, ezáltal tudták olyan szinten manipulálni, hogy például az Ukrajnában lévő nemzetiségeket szankcionálják. Érted? Tehát van egy EU-s csatlakozási szabály, hogy a nemzetiségeket az országban nem lehet megkülönböztetni, ugyanúgy kell kezelni, mint a többit. Na most, tehát mi úgy akarjuk fölvenni az ukránokat az EU-ba, csak úgy mondanám, hogy óriási megkülönböztetés van a nemzetiségek között és az ukránok között, nem tudom, világos-e. Ráadásul azt is csinálta a nyugat, hogy tisztában legyünk ezzel, hogy ugye elkezdett telepíteni atomrakétákat közvetlen az orosz határ szélére, például Romániába, stb. Stb. Tehát nyilván EU-s ország, NATO országok, nem EU-s, NATO országokról van szó. És az azt jelenti, hogy nyilván, mit Putyin mit csinált, végig gondolt ezt az egészet, hogyha ezek megszerzik Ukrajnát, ugye Ukrajna nem tudom hány ezer kilométeren határos az Oroszországgal, akkor ezek, ha Ukrajna NATO tag lesz, akkor ezek azt fogják csinálni, hogy Ukrajna határvidéktől nem messze végig fognak telepíteni atomrakétákat. Na most, ha te lettél volna Putyin helyébe, hagytad volna? Hagytad volna? Érted? Hát ha azt megcsinálja megállapodások ellenére a NATO, vagy megcsinálta, hogy végig telepítette Magyarországon, mondjuk nem, de végig telepítette Lengyelországon, Románián keresztül az orosz határ közelébe az atomrakétákat, pedig megállapodtak, hogy ilyet nem csinálnak. Érted? Hát akkor nyilván jogosan feltételezte volna Putyin, hogyha Ukrajnát engedi, hogy NATO ország legyen,
akkor végig azon a több tízezer kilométer, vagy nem tudom hány ezer kilométeres határ van ott végig, orosz-ukrán határ, akkor végig telepíti a NATO atomrakétákkal. Egy. Kettő, ugye, hogyha van egy hatalom, hát már pedig az oroszok egy hatalom. És van egy csomó orosz egy olyan országban, ami nálánál kisebb, és azokkal szemben atrocitásokat követnek el folyamatosan, törvényesen. Érted? Az ottani ukrán törvényeknek megfelelően törvényesen. És te lennél a hatalom, te lennél a sokkal nagyobb állam, sokkal fejlettebb állam mondjuk haditechnikában, stb. Hagynád. Biztos, hogy nem. Ha egy cseppeszed van, tudni, hogy nem hagynád, hogy több millió olyan állampolgárod, amelyik a te anyanyelveden beszél, érted, ott senyvedjen abba az országba. És direkt ezt, hogy olyan nyelvtörvényeket és egyéb szigorításokat a kisebbségek ellen bevezethessenek Ukrajnába, ezt tudti, hogy az EU, nem az EU, bocsánat, a NATO szorgalmazta, érted? Ez hold biztos. Ez hold biztos. Tehát akkor ne azt mondjuk, hogy NATO, hanem mondjuk azt, hogy a nyugat szorgalmazta ezt, hold biztos. Érted? Különben ez nem jutott volna eszébe annak a színésznek, érted? Aki azt se tudja, mi fán terem a politika, a gazdaság, meg egyéb dolgok. Érted? Fogalma nincs. És a jó tanácsaikkal, a nyugat jó tanácsaikkal szépen elérték azt, hogy azt mondják az oroszok, Putyin, hogy jó, ennyi volt, és akkor itt lépünk. Világos ez? Tehát most gondold végig, mit tudom én, lenne egy csomó amerikai állampolgár, ami ugye nincs ilyen, lenne egy csomó amerikai állampolgár valamelyik országban, több százezer vagy több millió, amely veszélybe kerülne. Szerinted Amerika mit csinálna? Abban a pillanatban a háborút robbantanak ki ott, és beavatkoznak közvetlenül. Közvetlenül. Érted? Abban a pillanatban. Érted? És itt erről szólt a történet, két történet, ugye itt a fegyverek telepítése, és a kisebbségek, kisebbségekkel szembeni atrocitások, mert nyelvtörvénytől kezdve minden. És gyakorlatilag ugye törekvés arra, hogy vagy eltávozzanak az országból, vagy mit tudom én, asszimilálódjanak. Na most ez mindenütt a világban azt okozza, hogy az anya országnak ez bazony mód nem tetszik. És azért Ukrajnában, ugye jó, ha tudjuk, hogy az ukránok után az oroszok vannak a legtöbben. Nem más nyelvű nép. És ezáltal ugye az orosz kisebbséget érintette leginkább az ukrán nacionalizmus. De hát most ugye az oroszok azt mondják, hogy nácizmus. Hát a nacionalizmusból alakult ki a nácizmus szó. Hitlerre azért mondták, hogy nácik, mert nacionalista törekvései voltak. Világos? Ugyanilyen nacionalista törekvése volt az ukrán vezetésnek. Hát Kijev polgármestere egy volt boxoló bajnok, a Kricskó. Érted? Egy volt boxoló bajnoknak miköze a ország fővárosának a vezetéséhez. Érted? Hát, röhe. De Karácsony Gergely legalább a politikus, érted? Politikus. De Kricskó az nem volt politikus, érted? Soha.
Ráadásul ugye tudjuk, hogy a boxolóknak az agysejtjeik azok rendesen károsultak. Oké? Hát ez te, minden ütéstől hány, nem is tudom mennyi agysejt károsul, érted? Minden fejre mért ütéstől. Na most, ami azt jelenti, hogy ugye a boxolók minél többet boxoltak, hát annál inkább nem teljesen százasok. Hát ez nyilván így van. Jó, és most itt van mellettünk egy ország, érted? És akkor kitalálják azt, hogy amiatt, mert megtámadták őket. Hát most, hát én azt látom, mintha arról szólna a dolog, gondoljátok végig, hogy azért kell az oroszokkal szemben szankciókat csinálni, hogy a lakosságnak meg lehessen magyarázni azt, hogy miért alacsonyabb az életszínvonalatok. Érted? Hát gyakorlatilag nem másért. Hát nem másért. Tehát magyarul, ami az orosz szankciók érintik országokat, az a lakosság kicseszése. Érted? Tehát az orosz szankciókkal a lakosságot, hát a lakosságon szúrnak ki, a lakossággal szúrnak ki. Érted? Na most ez azt jelenti, hogy szerinted, ha így végignézed ezt az egészet, ahogy a világvezetői, most mindegy, kire gondolunk, a világvezetői csinálják, itt keverik a kártyát, érted? Azt látod, hogy ez a társadalmi lecsúszás, ez megfordul. És emelkedés lesz belőle. Hát mondom, ha te azt gondolod, hogy ebből emelkedés lesz, akkor valami nagyon pozitív gondolkodású van. Érted? Tehát gondold végig, ez nem megy. Tehát egy társadalmat úgy lehet új társadalmi formába hozni, és milyen társadalmi formába? Hát most gondold végig, volt egy királyság Franciaországban, ahol fogták és megdöntötték, én inkább azt mondanám, hogy anarchisták döntötték meg, és utána annál rosszabb társadalmi forma jött létre. Érted? Tehát ahhoz, hogy egy másik társadalmi forma jöjjön létre, annál egy jobb, ami volt végül is Franciaországban, ahhoz kellett két világháború. Érted? Kellett két világháború. És akkor létrejött egy demokratikus Franciaország. És addig, hát inkább maradt volna a királyság, a franciák jobban jártak volna. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a nép tudatlan. Ennek az a következménye, hogy elhisz olyan dolgokat is, ami nem a valóság. Tehát elhisz magyarul hazugságokat is. Na most, ha egy nép tudatlan, akkor nem tud egy normális társadalmi formát létrehozni. A normális társadalmi forma az lenne, hogy szeretetben, békében és boldogságban együtt tudnak működni az emberek. Nem? Tehát neked az a jó, ha anarchia van. Az a jó, hogy szegénység van. Az a jó, vagy lesz, mindegy, ha még nincs eléggé, akkor lesz. Az a jó, hogy az emberek, mit tudom én, ölni fogják egymást. Neked az a jó? Tehát nem gondolod azt, hogy az embereknek szükségük lenne arra, hogy képesek legyenek olyan tudatosan működni, hogy szeretetben, békében és boldogságban együtt működjenek. Nem gondolod azt, hogy szükségük lenne a tudásra? Nem gondolod? Akik itt tanulnak, azok gondolják. Akik nem tanulnak itt, ti mit gondoltok, akik nem tanultok itt?
Azt gondoljátok, hogy van még egy olyan szervezet, amely azért dolgozik, tesz, hogy legyen egy jobb társadalmi forma ezen a bolygón? Azt gondolod, hogy van még rajtunk kívül egy ilyen szervezet? Akkor te nagy tévedésben élsz. És tudod, miért nincs? Azért, mert vagy nem akarják azok, akik tudnak, hogy mások is tudjanak, vagy nincs meg az a tudás. Érted? Tehát mi egy olyan szervezet vagyunk, ami lehetőség az emberiség számára, hogy a saját egyéni tudatosságunk révén jobb társadalmat hozzunk létre. Érted? Tehát megtanuljunk jobb emberként működni. Sőt, inkább úgy mondanám, hogy egyre jobb emberként működni. És akkor most te lehet, hogy hallgatod az előadást, és azt mondod, hogy te jó ember vagy. Aha. Ha jó ember vagy, akkor gyere, tegyél azért, hogy más is jó ember lehessen. Oké? Nem gondolod, hogy közösen többet tudunk tenni azért, hogy sok jó ember legyen a Földön, akik tényleg képesek arra, hogy együttműködve éljenek? Mert úgy gondolom, hogy a jó ember az, aki szeret, békés és boldogságot tud teremteni. Érted? Én úgy gondolom, az a jó ember. És nem csak magának, hanem másoknak is. Másoknak is képes arra, hogy szeretetben és békében és boldogságban együttműködést hozzon létre. Érted? Ezt te meg tudod csinálni egyedül? Ki van csukva, hogy meg tudod csinálni egyedül? Együtt meg tudjuk csinálni. Tehát ha nem teszünk együtt semmit, akkor pont az lesz, mint amire van egy mondás, vagy jóslat, vagy én nem is tudom mi a manó, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, a rossz eluralkodik a Földön. És nem forradalmakra van szükség, hanem a saját belső szellemi forradalmadra van szükség. Érted? A forradalmak azok vagy véresek, vagy vérbe folytják. Érted? De a saját szellemi forradalmadat nem tudja vérbe folytani senki. Érted? És a saját szellemi forradalmad az nem véres. Tehát itt arra van szükség, hogy az emberek létrehozzanak magukban egy saját szellemi forradalmat. De ehhez tudásra van szükség. És csak hogy röviden lásd, hogy milyen tudás. Van 10 életterületed. Ha ezen a 10 életterületen segítünk abban, hogy bármilyen probléma az életedben kialakul ezeken a területeken, hogy legyen tudásod. És ez tény, hogy ezt, ebben tudunk segíteni, hogy legyen tudásod, és meg tud oldani azt a problémát. Akkor ez jó tudásnak tűnik? Hát ha azt gondolod, hogy ez nem jó tudás, akkor meg nagyon pesszimista vagy. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak. Szeretlek benneteket, sziasztok!